Végül a Vipers 37-35-re győzött, és egymás után harmadszor is megnyerheti a Bajnokok Ligája trófeáját. Na de ehhez a Ferencvárosnak bizony lesz szava, ugyanis a Fradi a második elődöntőben 30-29-re legyőzte az Esbjerg együttesét. Ez egy teljesen más mérkőzés volt ahhoz képest, amit a Győr játszott az első elődöntőben. Az iroma is lassabb volt, és ez kedvezett a Ferencvárosnak. Sőt, egy darabig a Fradi irányította a mérkőzést, elsősorban a holland jobbszélső Malestein góljainak köszönhetően, aztán magára találta az Esbjerg, és talán a világ legjobb játékosa Henny Rijkaard, és fordította dán együttes. A szünetben a 17-13-as dán vezetés egy kicsit túlzó volt azért. A második félidőben Bíró Blanka helyett jött a kapuba Janurik Kinga, és Emily Bölk is magára talált, és ez a két tényező döntőnek bizonyult a mérkőzésen. Kifejezetten jól játszott és higgadtan a Ferencváros, folyamatosan dolgozta le a hátrányát, és a hajrára már ferencvárosi vezetéssel fordultak a csapatok. Fél perccel a vége előtt és Elek Gábor időkérése után mindenki arra gondolt, hogy Emily Bölk fejezi majd be a támadást. 28 másodperc van hátra. Lekic, Bölk, Klüber a labda útja. Most már csak 20 másodperc. Lekic elkéri középük, míg a játékvezetők engedik. Most az első falt, oda ment Bölk erre a szabálytalanságra, ezt el is követte vele szemben Tramborg. Aztán Bölké a labda. Tramborg a földre viszi, újabb szabad dobást, fönn van a bíró keze, 7 másodperc, Bölk neki szalad, lőni fog, lőni! Abszolút nem tiszta lövőhelyzetből, de lepattintja, és a csereként vált Willing kapus ezt sem tudja védeni. Felrobbant a csarnok, az MVM Dom, ahol egyébként világcsúcs született, ugyanis női kézilabda mérkőzést ennyien, egészen pontosan 20.022-en még soha sehol nem tekintettek meg a helyszínen. Holnap egészen biztosan, hogy megint teltház lesz itt az MVM Domban, ugyanis 15 óra 15 perctől Eto-Esbjerg bronzmérkőzés, 18 órától pedig a döntőben Ferencváros Vipers mérkőzéseket rendeznek. Elek Gábor az utolsó előtti mérkőzésén állt a Ferencváros élén. A szakvezetőt Somogyi Zsófia kérdezte. Nem játszottunk rosszul egész mérkőzés. Első fél idő egy kicsit puhább volt a védekezésünk, mint ami itt kellett volna, az egy picit tudtunk változtatni a másikra. És ugye tehát az elején a Blani belevédett zicserekbe, átlövésbe, csak abból nem tudtunk előnyt szerezni. Az első fél idő végén az ellenfél kapusa védett bele, viszont ők abból tudtak előnyt szerezni. És ezt beszéltünk meg a fél időben, hogy nincs nagy különbség, csak itt precízebben kell ezt az egészet. Egy picit taktikában is változtatunk a védekezésen. Úgy éreztem az egész mérkőzésen, hogy centikre vagyunk attól, hogy átlépjük saját magunkat. És úgy gondolom, hogy azért itt voltak nagyon jó egyéni teljesítmények, Malenstein, Lekics és a Zácsik Szandor nagyon jól szállt be. Összességében a Zsuzsék nagyon jól védekeztek ott, főleg a második fél időben középen, Januri Kingi nagyon fontos védései voltak. Mindig valaki hozzá tudott rakni, de szerintem a kulcsmentum az volt, hogy a Leki végigbírta, és az, hogy az Emily Bird ugye 40 percig nagyon megilletődötten, és ilyen biztonságra törekvően játszott, és ott ezért egy kicsit úgy élesebben hozzászóltam, hogy most már valami veszélyt kéne jelenteni a kapura, hát aztán azt láttuk. Hogy valószínűleg hogy én hibáztam, hogy nem szóltam neki előbb. És hát végül is belőtte azt a gólt. Korábban mondta, hogy nagyon fontos lesz az, hogy vajon hogy fogja tudni a csapat mentálisan, lelkileg kezelni azt, amit vár a csapatra, és úgy tűnik, hogy ezt tényleg át tudták fordítani a pozitív oldalra. Ilyen szempontból hogy értékeli ez a lelki mentális tényező, ez mennyit és hogyan működött? Hát nyilván a Ferencváros kéz történetében tehát ennyi néző előtt, én azt gondolom, hogy nem játszott, aztán lehet, hogy volt egy-egy mérkőzés, de szerintem nem tévedek nagyon, hogyha azt mondom, hogy nem játszott. Ennyi néző előtt a Fradinói kézlabda, tehát ezt azért meg kell tenni, és főleg úgy, hogy ezek a borzasztó sok embernek a nagy része nekünk szurkolt. Én mondom, az 50. perc után, tehát amikor ugye először át tudtuk volna a vezetést, ott éreztem azt, hogy talán megjött az a flow, ami elvisz minket a végéig sikeresen. Ez meg is jött, kár érte, hogy ott elszorakoztunk két támadást, és abból ilyen szerencsét elmentek labdák, de aztán a legjobbkor jöttem és megoldotta a feladatot. Milyen Ferencváros szeretne látni a döntőben? Hát ennél pihentebbet, mint amilyen megmestőzomban egész biztos vagyok. Ezen nagyon nagy kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk az egészségügyi stáb borzasztó nagy energiát fog abba rakni, hogy a regeneráció jól sikerüljön. De hát azért azt is látni kell, hogy azért nem tini lányok. Legalábbis van egy pár, aki már a
Tinikorból kinőtt játékos, tehát az biztos, hogy ez lesz most a legnagyobb feladat. Szőlősi Zácsik Szandra, szívből gratulálok, ez egy fantasztikus, csodálatos, te szavakat nem találok, hogy milyen mérkőzés volt, tehát mesélj, hogy hogy éltétek meg, mert azért az elején jól indult, aztán volt egy pici hullámvölgy, de aztán újra visszajöttetek, és egy fantasztikus, feszült mérkőzés terítettetek ide, aztán végül is egy góllal, de sikerült megnyerni. Milyen volt? Köszönjük szépen. Bíztam benne, hogy ebből hullámvölgyből kijövünk, és fel tudunk állni ugyanúgy, mint meccsbe is volt. Tudtuk, hogy a szorosra vissza tudjuk hozni ezt a mérkőzést 1-2-re, akkor tudtuk, hogy meg tudjuk őket roppantani, ami már tényleg meccsbe is sikerült. Olyankor tényleg olyan fölényesen ki tudunk állni akár védekezésbe, akár támadásba, hogy tényleg látszik, hogy mi vagyunk az esélyesek. Hogy mentetek bele ebbe a mérkőzésbe? Mert azt elmondtátok, hogy nyomás nélkül mentek, hogy élvezni szeretnétek, tudtátok, hogy ilyen fantasztikus közönség lesz, hogy végül is hazai pályán játszottok tulajdonképpen. Aztán végül is nem tettetek magatokra terhet, hogy ott kell lenni a döntőbe, meg kell nyelni a mérkőzést, aztán egy ilyen hatalmas győzelmet arattatok, szóval mit beszéltetek meg, hogy kell pályára lépni? Nyilván nem tettünk magunkra terhet, de azért elég idegesen kezdtük ezt a mai mérkőzést, úgy gondolom. Szerettünk volna nagyon bejutni a döntőbe, de nyilván úgy voltunk vele, hogy nem rajtunk van a tét, meg nem mi vagyunk az a csapat, aki most idén BL-t fog nyerni, de azért szerintem titkon mindenki abban reménykedik, hogy igenis sikerül ezt a döntőt megnyerni. Rendben volt a védekezés, voltak egyéni villanások, a kapusok is bravúrokat mutattak be, Elek Gábor jól irányította a csapatot, minden rendben volt, egységes volt ez a csapat. Ez volt itt a kulcs, aminek köszönhető az, hogy sikerült visszajönni, mert nyilván az a támogatás, ami ott volt mögöttetek, az biztos, hogy sokat jelentett, de azért tényleg egy nagyon nagy fordítás volt. Igen, mindenki, aki bejött akár csereként, akár kezdőként, mindenki hozzá tudott tenni, és az nagyon-nagyon fontos volt, hogy tényleg minden játékosban benne volt az a kicsi plusz, ami mindig kellett, hogy átbillentsen minket ezeken a bizonyos holdpontokon. Volt egy kisebb sérülése, talán a fejeddel történt valami probléma. Mosolyogsz, tehát bízom benne, hogy minden rendben van, de mi történt? Igen, kaptam egy ütést a halántékomra, de ott kicsit megszédültem, de hál' az Istennek minden rendben vagyok. Kluiber Katrinz, mesélj, mi van most benned? Nehéz megszólalni, hiszen tényleg ez egy fantasztikus meccs volt, és nagyon egybe volt a csapat. Nagyon jól elkezdtük a mérkőzést, aztán volt egy kis hullámvölgy, ugye zicsereket hagytunk, a védekezés is kicsit szétesett, és nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, de én úgy gondolom, hogy fél időben itt a csapat, amiben volt az öltözőbe, az egy nagyon komoly beszélgetés volt, és így tényleg a taktikákat is újra átbeszéltük, és szívünk, lelkünk ott volt a második fél időben. Okosabban is játszottunk, a védekezés is összeállt, és a kapuba is Kingi bravúrokat hozott. Ez volt a kulcs, hogy tényleg ennyire ott tudtatok lenni, hogy ennyire egységesek voltatok, és mindent összeraktatok? Én azt mondanám, hogy az egység, ami ezt az eredményt hozta nekünk, mert látszódott szerintem a másik fél időben, hogy milyen lendülettel kezdtünk neki megint, és tudtuk, hogy azt hiszem 5 gól volt a fél idő, vagy 4, de nem adtuk fel, és volt még 30 perc, az rengeteg idő, és hát a végén megfordítottuk. Emi nagyon jókor lőtte a gólt, de itt tényleg csapatilag mindenki hozzátett, ez volt a cél, hogy döntőt játszunk. Hogy éltétek meg ezt lelkileg, mert ugye nyilván azért volt itt nagy-nagy felhajtás az egész csapat körül az elmúlt napokban. Sokszor elmondtátok, hogy élvezni szeretnétek, nem játszottatok még itt. Most megtudtátok, hogy mit jelent az, hogyha kijön ennyi ember, és mi volt bennetek lelkileg? Tudjuk, mekkora só lesz itt, hiszen a Fradi szurkoló, akik mögöttünk vannak, hatalmas nagy hangulatot és sót fog csinálni nekünk. Ez így is lett, és talán az elején egy picit ebbe így belebambultunk, de én ezt úgy gondolom, hogy azért ezt is el tudtuk engedni a másik fél időre, és csak a mérkőzésre fókuszálni. De most már mindenki tudja, hogy ez milyen. Én mondjuk úgy gondolom, hogy a döntőben sokkal nagyobb hangulat lesz, még ennél is, pedig aztán ez sem volt kicsi, de borzasztó nagy erőt ad ez nekünk, és nagyon fontos, hogy mellettünk legyenek, itt legyenek, hiszen velük együtt vagyunk, mi a család, és így csináltuk meg együtt. És mit vársz a döntőtől? Egy nagyon jó mérkőzést, hogy ha mennyit tudom most pihenni, mert pihenjünk. Itt most megvan a megfelelő regenerálás, úgyhogy ez nagyon jó lesz nekünk szerintem. Most, amit játszottunk második fél időben, azt a lendületet tovább vinni, hiszen azért tudjuk, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, de küzdeni, harcolni fogunk. Egyet megint léptünk felfelé, úgyhogy reméljük, hogy tényleg a lépcső tetején fogunk érni. Bíró Blanka velem szembe, egy csapatnak a tagja, amely eddig nem tudhatta, hogy milyen a Final Four-ban szerepelni, holnap meg tudja, hogy milyen a döntőben szerepelni. Szívből gratulálok. Hát micsoda meccs volt ez? Hát
még szerintem fel se fogtuk itt csapatként, hogy most mit értünk el alapból, azért szerintem azt mindenki tudta, hogy azért az első hazai, és a Metz elleni első negyeddöntős mérkőzés után, hát szerintem nem sokan gondolták azt, hogy mi öt itt leszünk, nem, hogy Final Four döntőt fogunk játszani, úgyhogy egyszerűen óriási. A másik fél időben olyan csapatmunka volt, hogy azt egyszerűen nem tudom mondani. Öröm volt tényleg nézni a lányokat. Kinga is olyanokat tett hozzá, ami nagyon sokat segített a csapatnak. Hát, ha így kellett jelnünk, hogy egy gólal utolsó másodpercesen legyen a vége, az a lényeg, hogy holnap este 6-kor döntőt játszunk. Egészen elképesztő volt az, ahogy az a magabiztosság, az az egység, amit tényleg mutattatok itt az egész mérkőzés alatt. Hogy bírtátok ezt tényleg végigcsinálni, mert azért 4 gólos hátránnyal, ha minden igaz, 4 gólos hátránnyal mentetek be a második fél időbe, és szépen-szépen tapadtatok, aztán megfordítottátok, és egy ilyen csodálatos befejezés lett a vége. Hát szerintem aki itt volt az arénában, az erre tudja a választ. Körbe kellett csak nézni az, és hogy mennyi ember szurkolt nekünk, milyen biztatást kaptunk. Szerintem Európában egyedülálló, főleg itt a női kézilabdázásban, hogy így ilyen szurkolás van, és úgy gondolom, hogy ezt így ők voltak tényleg, ahogy szokás mondani, a 8. emberünk. És azt nem tudom, hogy tudod, de világ csúcs született, hiszen ennyien még nem néztek női kézilabda mérkőzést 2022-től, és egészen, tényleg egészen parádés volt ez a közönség, aki kijött búzítani titeket. Hát mi lehet a legtalálóbb szó? Mit jelentett nektek az, hogy ott voltak mögöttetek, hogy ennyien kijöttek, és tényleg bezengték az egész csarnokat? Hát ezt nem egy szóval nagyon nehéz lenne leírni. Egyszerűen csak annyit szól erre mondani, hogy ez a Ferencváros. Ezzel mi tudtuk, hogy azért hallottuk mérkőzés előtt, hogy mi lesz itt. Nyilván eljutottak hozzánk, hogy kapkodtak az emberek a jegyekért. Tényleg pánik volt, hogy nem tudnak az emberek jegyet vásárolni, mindenki itt akart lenni. Akinek ilyen szurkoló tábora van, az csak így tud játszani.